Horvát, görög, spanyol és ír turisztikai szakemberek is részt vettek a civil közösségek házában tartott találkozón, melynek célja az volt, hogy fenntarthatóságra ösztönözze a turizmusban és a vendéglátásban dolgozó vállalkozásokat. Az eseményt, melyet online is lehetett követni, az Eger térsége TDM Egyesület hívta életre. A találkozó egy Erasmus Plus forrásból megvalósított projekt része, melynek időtartama 2 év. A szakmai tartalom elkészítéséhez, illetve a rendezvény lebonyolításához egy felnőtt képzéssel foglalkozó céget vont be az Egyesület. Miután kaptak egy látleletet arról, hogy ők hogyan vannak a fenntarthatósággal, a körforgásos gazdasággal, akkor kapnak hozzá mindenféle segédanyagokat, tananyagokat fejlesztünk, magukra fognak ismerni apró történetekből, és azok segítségével mondjuk megtehetik az első néhány lépést ahhoz, hogy ők is fenntartható módon működjenek, illetve ez az úgynevezett körforgásos gazdálkodás beépüljön a hétköznapi életükbe is. A szervezők a vendégek tapasztalataira is kíváncsiak voltak, akik interjúval egybekötött felmérésben, kérdőíves kutatásban számolhattak be ismereteikről. Az idén 15 éves fennállását ünneplő Eger térsége TDM Egyesület szerint a találkozó jó lehetőség arra, hogy azok a kis és középvállalkozások, melyek körkörös gazdálkodást folytatnak, javítsák versenyképességüket. A projekt fő célja egy olyan önellenőrző és tanulási platform létrehozása, amely fejleszti a turisztikai készségeit és kompetenciáit az innovatív digitális gyakorlatok támogatásával. A projekt fejleszti a teljes gazdálkodási folyamatot és a vállalati kommunikációt is. Ebben a pályázatban a körforgásos gazdaságnak az ismeret terjesztéséről beszélhetünk, és az Egyesület tagsága azon kutatásba, amivel erre felkészülhetünk, a tananyagoknak az elkészítéséhez való muníciót, illetve azt, hogy ezt hogyan tudják hasznosítani az egyesületek, vagy éppen az aktív turisztikai szereplők. Én úgy gondolom, hogy a jövőbeli felkészültségükhöz, a versenyképességükhöz, a partnerépítésükhöz hozzájárulhat. Hozzátette, a fő célcsoportot az éttermek, bárok, valamint a szállodák jelentik. Az összegyűjtött tudást és tananyagot később egy ingyenesen elérhető internetes felületen is megosztják egymás között, amely 5 nyelven lesz elérhető.